Sziasztok! Fehérvári Gábor Alfred vagyok, és én is a Páfiba jártam, nem bántam meg. Te se fogad. Szeretettel köszöntjük az iskolánkban Fehérvári Gábor Alfredot, közismertebb nevén Fredit, aki iskolánk volt tanulója. Méltán lehetünk rá büszkék, hiszen a Rising Star 4. helyezettje lett, és a Dal 2016 győztese, melynek köszönhetően képviselte országunkat az Euróvíziós Dalfesztiválon. Jelenleg a Dal és a Lottó Sorsolás műsorvezetője. Igen. Az első kérdésem az lenne, hogy miért pont ezt az iskolát választottad, és milyen emlékeid vannak az itt töltött éveidről? Hát kezdjük ott, hogy sajnos már régen volt, hogy ide jártam. Jó lenne visszatekerni egy kicsit az időt. Az itt töltött 5 évet azt végtelenül élveztem, és nagyon-nagyon kicsi apróságok voltak, amik esetleg nem tetszettek. Ami miatt én ezt az iskolát választottam, az amellett, hogy Győrön belül ugye minden közel van, tehát nagyon kényelmes volt, a nyelvi előkészítő volt, ami érdekelt. Már általános iskolában is kiderült, hogy különösebben nem foglalkoztat semmi, csak az idegen nyelvek. És igyekeztem arra következtetni, hogy hát ha engem ez érdekel, akkor jó lenne ezen az úton tovább menni. És hogyha jól emlékszem, akkor ráadásul pont abban az időszakban került bevezetésre a nyelvi előkészítő, ami extrém mennyiségű órában tanította ugye, vagy az angol, vagy pedig a német nyelvet. Én azt gondolom, hogy mi voltunk az első ilyen osztály talán, de majd ezt a tanári kar megerősíti, vagy megcáfolja. És abszolút nem bántam meg. Nagyon-nagyon jó volt ilyen intenzíven csak és szinte kizárólag tényleg a nyelvvel foglalkozni. Ehhez mértem volt összeállítva a tanterv. Nyilván mindenki megkövetelte a sajátját, de valahogy mindenki tiszteletben tartotta azt, hogy ez egy nyelvi előkészítő osztály. Én azt gondolom, hogy ennek meg is lett az eredménye. Ugye nem emlékszem pontosan a számokra, de szinte biztos vagyok benne, hogy az egész osztályunk, ami nagyjából 30 főt jelentett, mindenki 17 éves korában már előrehozott sikeres érettségit, tehát akinek ez igazán jól sikerült, azáltal meg is kapta a nyelvvizsgát. Én azt gondolom, hogy ezáltal úgy általánosságban maga a nyelvi előkészítő tanterv szerintem sikeresnek volt nyilvánítható. Valószínűleg így van, mert a mai napig létezik. Abszolút nem bántam meg, hogy ezt az iskolát választottam, és magát a nyelvi előkészítőt, mint oktatási formát én minden tanulónak csak ajánlani tudom. Segítette az a nyelvtudás az életben, amit itt megtanultál? Nagyon jó kérdés. Hála Istennek, mivel én már mielőtt elkezdtem az angol tanulását, már tanultam bőven németet, illetve már akkor réges-régen szerelmes voltam magába az angol nyelvbe, és minden egyes dalszöveg érdekelt, hogy miről szólt, a sorozatokat így angolul néztem, ami aztán nyilván tovább segítette ennek a fejlődését. Így ideje korán elég jó és mély nyelvtudásra tettem szert. A kérdésedre a válasz az pedig abszolút. Én azt gondolom, amit már akkor is gondoltam egyébként, hogy nem a papír a lényeg, nem azzal kell foglalkozni, hogy most az embernek megvan-e a nyelvvizsgája. Most már nem azt a világot éljük, hogy fel kell mutatni a papírt, és akkor azt mondjuk, hogy jaj, jó, rendben van, meg kell szólalni. És ha nincsen papírod, de úgy beszélsz, akár németül, akár pedig angolul, hogy az zavarba hozza azt, akinek papírja van róla, az bőven elég. Akkor fel fognak venni. Nekem segített. És kiknek ajánlod a nyelvi előkészítős osztályt? Aki már általános iskolában, 6., 7., 8. osztályban észreveszi azt, hogy fogékony rá, hogy gyorsan megtanulja, hogy érdekli, hogy a nyelvtani szerkezeteknek az elsajátítása az nem jelent problémát, hogy a szókincs is megragad nála. Akinek van bármilyen indítatása, hogy külföldön képzelje el a 20-as éveinek az elejét, vagy a közepét, vagy a végét, teljesen mindegy, ennél jobb alapot semmi nem tud szolgálni. Volt-e lehetőséged az iskolában a zenélésre? Nagyon érdekes, mert van egy nagyon kedves barátom, akit itt ismertem meg az iskolában. Tulajdonképpen az ő hatására kezdtem el én is gitározni, amikor én még csak 19 éves voltam. Úgyhogy egyrészt a Bálint barátomat, illetve a gitározás is valamilyen úton módon annak köszönhetem, hogy ide jártam. És szerintem volt is olyan esemény, de ezt már meg nem mondom, hogy mi, amikor itt az aulában azért mi játszottunk, aminek nyilván mi elképesztően örültünk.
meglehetősen amatőr módon adtuk elő akkor még a dolgokat, viszont nyilván akkor mi rengeteget gyakoroltunk, és úgy gondoltuk, hogy az jó. Most már nem nézném vissza feltétlenül azt a felvételt, de az emlék az megmarad, és az mindig kedves marad. Úgyhogy hát a zenei szakosztályt ugye nem neveznék meg, énekórák voltak, de hát ha azokat felidézem, akkor valószínűleg sírva fakadok a nevetéstől, olyan éneklések voltak mindannyiunk részéről. De van egy ominózus koncert, amit említettem, ami részünkről nyilván mai fejjel gondolva azért, hát messze volt a profitól, de a technikai követelményeknek már akkor is abszolút megfelelt egyébként, úgyhogy itt most is lehetne játszani. És ma már énekesnek vagy műsorvezetőnek tartod inkább magad? Köszönöm a kérdést, én zenész vagyok, és énekes vagyok. Talán mondhatom, hogy értek a műsorvezetéshez is. Élvezem a műsorvezetést akkor, hogy olyan műsorban szerepeletek, aminek van értelme. Így azért próbálom elkerülni azokat a felkéréseket, amikben úgy érzem, hogy nem tudom hitelesen saját magamat sem képviselni. Úgyhogy érdekes dolog, amikor az ember két lábon áll. Ingoványos talaj, mert hogyha az embert látják a tévében, és esetleg ha kevesebb koncert lehetőség van, és nem hallják, vagy éppen elkerülik a rádióban, akkor az emberek hajlamosak megkérdezni, hogy akkor te most már műsort vezetsz. Műsort is vezetek, de én ameddig csak ezen a bolygón létezem, addig zenész és énekes leszek. A televíziós munkában jelentette bármiféle előnyt az itt megszerzett kereskedelmi és marketing alapismeretek? Talán annyiban segített, hogy az ember folyamatosan emberekkel van kapcsolatban. Amikor az ember műsort vezet, a műsorvezetőnek az egyik legnagyobb felelőssége az, hogy odafigyeljen a vendégére. Amikor az ember vendéglátóiparban vagy szállodaiparban alkalmazott dolgokat tanul, akár főiskolán, akár itt egy kereskedelmi szakközépiskolában, akkor az első és legfontosabb dolog az, hogy megtanulja kezelni az embereket. Mert akár egy bolti eladónak is, ha végig gondoljuk, reggeltől estig hányfajta emberrel kell találkozni, és valamilyen úton, módon annak érdekében, hogy az ember ott jól érezze magát, amikor bemegy vásárolni, annak az embernek, az eladónak meg kell találnia a közös hangot. Hányszor megyünk el úgy vásárolni, hogy azt mondjuk, hogy ide nem jövök többet, mert ez az eladó lehoz minket az életről, gyakorlatilag olyan kisugárzás van. Ennyi elég ahhoz, hogy valaki nem menjen vissza. De ennek a másik oldala, hogyha valaki végtelenül kedves és rögtön megtalálja a közös hangot a vevővel, akkor legközelebb is oda fogsz menni. Tehát én azt gondolom, hogy a tévés feladataimat illetően, ami nekem nagyon sokat segített, az a fókusz és a figyelem, amit már itt középiskolában alkalmaztam. Ami gyakorlatilag az én lustaságom és szabadságvágyam hozott ki belőlem, mert úgy éreztem, hogy ha itt vagyok az iskolában és itt kell lennem, akkor figyelek. Mert ha én innen kilépek, akkor én nem szeretnék tanulni. Ezt nem mondjátok el a tanároknak, bár valószínűleg látni és hallani fogják. És ez nem feltétlenül követendő. Én ilyen ember voltam, én azt éreztem, hogy ha itt vagyok, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy rám ragadjon minden, ami elhangzott, hogy otthon ezzel ne kelljen foglalkozni, mert mi a fenének csináljam ezt kétszer. Úgyhogy a figyelem és az emberekkel való bánásmód a kommunikációban nagyon-nagyon sokat segített. A járványhelyzet miatt sajnos most nincs lehetőséged arra, hogy énekelj, de úgy tudjuk, hogy tettél nekünk egy ígéretet, és egy felajánlást. Igazán? Mire gondolsz? Viccelek. Megbeszéltük, és örömmel ígértem meg azt, hogy ennek az egésznek vége van, akkor nem azt mondom, hogy úgy fogjuk ünnepelni, hogy idejövök koncertezni, de amikor már lehet, akkor elhozom ide a nagyon kedves gitáros barátomat, és akkor játszunk egy órát egy szál gitáron, mert azt hiszem, hogy ilyenre itt még legalábbis ezen a szinten és színvonalon nem hiszem, hogy volt már példa. És a Mátét viszont érdemes meghallgatni, mert nagyon kevesen gitároznak úgy a világon, mint ahogy. Köszönjük, hogy időt szakítottál ránk, és hogy elutaztál. Nagyon szívesen.